A Beagle. 101 nagy kutya. A Beagle. Ez az ugatás különleges. Így tudatja gazdájával és Beagle társaival a híreket. Ám egy Beagle elsődleges feladata nem az ugatás, hanem a kiszagolás. Vannak kábítószerkereső kutyák, bombát, lavina áldozatait, szarvasgombát kiszagolók is. Na de poloska kereső kutya? Amerika legnépszerűbb kutyái között ott találjuk az imádnivaló Beagle-t. Mindenki szereti a Beagle-t, és szavamra, ennek a kutyának van hangja. Elbűvölő és vidám. Megvan bennük minden, amit egy kutyától elvárunk. Imádják a gazdit, és gyorsan barátkoznak. Hamar felismerni őket jellegzetes színükről. A fehér alapon fekete és barna foltokról, vagy híres nagykövetükről, Snoopy-ról. Így van, Snoopy is egy Beagle. Nehéz megmondani, melyikbe szeretünk bele először. A Beagle-be, vagy Snoopy-ba. Akárhogy is, most maradjunk a Beagle mellett. A Beagle vérbeli kopó. A kopók kopója. Arra tenyésztették, hogy a mezőkön üldözze a nyulakat. Évszázadok, sőt évezredek tenyésztése alkotta majdnem tökéletesre ezt a kopót. A ma ismert Beagle közkedvelt volt a középkorban, sőt már a római korban is. Ám a fajta olyan ősrégi, hogy eredete a múlt homályába vész. Ami a családfát illeti, azt csak a Beagle tudhatja. A nevéről úgy tartják, hogy a francia Beagle szóból ered, ami tátongó torkot jelent. Talán könnyen egyetérthetünk ezzel az elmélettel. Rettentően tudnak ugatni, de a vonyításban is a leghangosabbak. A tátongó torok enyhe kifejezés. A Beagle összesen háromféle hangon tud megszólalni. Ezt egyedülálló hangszálainak köszönheti. Ezeket a keresztüláramló levegő megrezegteti, lehetővé téve így a változatos ugatásokat. Ha akar valamit, a jól ismert ugatással jelzi. Ha nyomot követ, a Beagle így csahol. Ezzel a jódliszerű hanggal riasztja falkatársait, és persze a vadászt, hogy szagot fogott. És végül a Beagle vonyít. És nagyon is tudja, hogyan kell vonyítani. Vonyít, ha szomorú, ha unatkozik, és néha bajtársiasságból is. Remek társaság, de talán nem a legjobb választás, ha a szomszédaink a csendet szeretik. Mivel közel van a földhöz, nem kell megállni a szagot keresni. Rövid lábai segítik, hogy az orra ne veszítse el a nyomot. Kétségkívül ez az orr tette naggyá. Körülbelül 220 millió szaglósejtje van. A nedves orr vonzza és meg is tartja a szagmolekulákat. A szagok ösztönzik. Bámulatos szaglóérzékük van. Az orra vezeti. És mindennek a tetejébe ez a kutya még okos is. Képes megkülönböztetni szagokat, és ezekre a jövőben is emlékezni. Igaz, ebben segítséget is kap a füleitől. Így van. Ezek az átlagosan 18 centis fülek begyűjtik, és közel tartják az orrhoz a szagokat. A fülek olyanok, mint Batmannek Robin. Nélkülük a Beagle nem lenne ez a jól ismert szuperkopó. És ha már szuperkopóról beszélünk... Egy okos gazdi felismerte kutyája páratlan érzékét. Ismerjék meg ezt a kedves kutyabolond fickót, Mike-ot. A Mike egyik barátja sehogy sem tudott szabadulni a poloskáktól. Már háromszor is megpróbálták kiirtani őket, de sehogy sem sikerült. Mike kinyomozta, hogy egy Beagle megfelelő kiképzéssel képes megtalálni a poloskákat. Gyere ide! És a kis családi kedvenc munkába állt. A Beagle a legalkalmasabb a poloska vészelhárítására. Bámulatos orra van. Mike megtanította Tracernek, hogyan kutassa fel a poloskákat. Remek tanítvány. Tracer szaglóérzéke egyszerűen lenyűgöző. Mike ma a napjai egy részét azzal tölti, hogy bogarakat rejt el a lakásában. Nézzék, hát nem undorító. Keresd!
és a keresésükre tanítja Tracer. Ez az, megtaláltad! Az udvaron ezt a több szagmintával ellátott szerkezetet állította fel, így tanítva Tracert a jobb összpontosításra. Yeah. Ügyes vagy! Amint belépünk a lakásba vagy hotelbe, azonnal keresni kezd. Így igaz. Tracer és Mike ma már hivatalosan is azzal töltik a napjaikat, hogy felkutatják a kis élősködőket. Felfedezzük azokat a jeleket is, amit egy hivatásos rovarírtó nem. Ebben rejlik Tracer valódi haszna. Ha egy házba, mint ebbe is, befészkelték magukat a poloskák... Készen állsz, Pajti? Mike és Tracer képesek kiszagolni a bogarak pontos helyét. Akkor észleltük a poloskákat, amikor a barátom karján kiütések jelentek meg. Csak végigszaladtunk a házon, de egyértelmű, hogy fertőzött. Gyerünk, keressük meg azokat a bogarakat! Keres! Noha tudják, hogy a ház fertőzött, a rovarírtónak azt is tudni kell, hol írtson pontosan. Nem csak az ágy körül rejtőzhetnek el. Keres! A poloskák nagyon laposak, bármilyen szűk repedésben képesek megbújni. Ráadásul akár 45 méter magasra is képesek felmászni az élelemért, így tényleg bárhol elélnek. Szóval, működik ez? Megéri? Debbie szerint igen. Mike és a Beagle lenyűgöző volt. A kutya azonnal megállt, ha bogarat érzett. Lefeküdt, kapart, úgy mutatta. Most már tudjuk, hogy hová fújjuk a mérget. Itt érez valamit? Nagyon hálás vagyok, amiért Tracer eljött, és most már meg tudunk szabadulni a poloskáktól. Ott vannak? Igen? Imádom ezt a munkát. Minden nap más történet, más hely. Remek dolgot csinálok. Egy remek kutyával. Semmi kétség, Mike és Tracer élvezik ezt a munkát. A Beagle-t egy dolog érdekli, a szag. Ha egyszer megérzi, semmi sem állíthatja meg. Ha szagot fognak, viszlát! Feltétlenül olyan kertben tartsák, aminek jó erős a kerítése. Ha megérzi például egy nyúl szagát, volt, nincs. Akár kerítésről legyen szó, akár pórázról, a Beagle-t erősen kell fogni. Neveléssel sem lehet leszoktatni a szag követéséről. Mivel sokat ugatnak és vonyítanak, nem kifejezetten társasházba valók. A bunda fésülése nem jelent gondot, de fürdetni többször kell. Belehemperegnek mindenbe, a szagokat pedig viszik magukkal a lakásba is. Nem árt, ha kéznél van egy jó illatosító. Állandóan. Az állatorvosi számla nem lesz magas. Az évszázadok alatt kiszűrték a betegségeket a Beagle-ből. Az idomítása azonban már nem lesz sétagalop. Idomítható, ha érdekesebbet tudunk neki nyújtani, mint a szagok. Kezdjék korán, és soha ne hagyják abba. Nasival bármit el lehet nála érni, és ezt ki is követeli. A gyerekekkel remekül kijön, úgyhogy nyugodtan hazaviheti a családhoz. Remek párosítás a játékos lurkók mellé. De nem árt mindenre felkészülni egy Beagle-lel. Tehát a Beagle tartsa pórázon vagy kerítés mögött, de ne lakásban. Az egyik legegészségesebb kutya. Bár többet kell fürdetni, mint egy átlagos kutyát, élelemért bármit megtesz. Imádja a gyerekeket és a családot. Akár játékról, akár erdőben való rohangálásról, vagy csak ölbenfekvésről van szó, a Beagle ragaszkodó és vidám kutya. Velük csupa mosoly az élet. A 101 nagy kutya folytatása.